földművelők munkája hazánkban még nem is olyan régen a legnehezebb fizikai munkák közé tartozott. Az elavult, korszerűtlen termeléstechnika sok fáradtságot és a lehetőségektől messze elmaradó termést eredményezett. Ilyen technológiával korszerű mezőgazdaság ma már elképzelhetetlen. Az egykor oly fárasztó, nehéz mezőgazdasági munkák a technika hatalmas méretű fejlődése következtében egyre könnyebbé, eredményesebbé válnak. Vontató erőgépek és az ekék egymásra kölcsönösen hatva alapvetően megváltoztak az utóbbi évtizedek folyamán. A változást csak akkor érzékelhetjük igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a termelőszövetkezetek szervezése idején 1959-ig még jó részt fogatos ekével szántották hazánk földjét. Az eke és az ekét vontató erőgép fejlődése döntő fontosságú a szántás minősége és a termés eredménye szempontjából. Merőben új megoldást jelent az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar világszabadalma, a görgős eke. Az eke kormánylemezét görgők helyettesítik, és így csökken a káros surlódás. Az ekén kívül gyakran tárcsával készítik elő a talajt a vetőshez. A tárcsa sekélyebben műveli meg a földet, mint az eke, de finomabban munkálja el. A legfinomabb apró morzsás magágyat a borona munkája biztosítja. A túlságosan szellős, laza talaj azonban még nem alkalmas a vetéshez, ezért tömöríteni kell. A tömörítést végző hengerek közül apró magvak vetése előtt legjobb a gyűrűs henger munkája. Ennek bordázott felülete nem csak függőlegesen, hanem oldalirányban is tömöríti a talajt. A szántás, a boronálás és a hengerezés nagy teljesítményű traktorral és célszerűen kapcsolt munkagépekkel egyszerre is elvégezhető. Az ilyen gépkapcsolás olcsóbbá teszi a munkát. Azoknál a növényeknél, amelyek erősen trágya igényesek, ilyen például a kukorica és a cukorrépa, a szántást megelőzően meg is trágyázzák a talajt. Az alaptrágyázás két részből áll. Először a műtrágyát juttatják a talajra műtrágyaszórógéppel. Ezt követi a szerves trágya kiszórása. Úgy helyes, ha a trágyakiszórás azonnal követi a trágya leforgatása, különben sok értékes nitrogén anyag megy veszendőbe.
korszerű eszközökkel így előkészített magágy első számú biztosítéka a nagy termésnek. A természet nagy műhelyében végzett munkákon kívül a magtisztító üzemek és laboratóriumok szerepe is jelentősen megnőtt a korszerű mezőgazdasági termesztésben. A beérkezett vetőmagot először megtisztítják. A kellően megtisztított magot zsákolják. A zsákokból vett meghatározott mennyiségű átlagmintát laboratóriumban vizsgálják. A vizsgálat kiterjed a magok tisztaságára, csírázó képességére, és egészségi állapotára. Az állandó nagy terméseket csak az államilag ellenőrzött és garantált minőségű vetőmagok biztosítják. A mezőgazdasági nagyüzemekben a vetést ma már kizárólag gépekkel végzik. Egyetlen gép 20-30 ember munkáját végzi el, összehasonlíthatatlanul jobb minőségben. A vetésre kerülő mag mennyisége a növény tenyész területének megfelelően az adagoló elemek segítségével állítható. A magot a magvetőcső és a csoroszja juttatja a talajba. Végül boronával biztosítják a mag takarását. A fejlődő növények ápolása is szakszerű, gondos munkát igényel. A szabályos sorokban egyenletesen fejlődő növények tábláit kultivátorral gyomtalanítják. A kézikapások csak a sorok gyomtalanítását végzik. Egy másik célra vezető eljárás a vegyszeres gyomírtás. A szakszerűen végzett vegyi művelet a legjobban alkalmazkodó gyomokat is elpusztítja. Kultúrnövények természetes fejlődését különböző eljárásokkal gyorsítani is lehet. Hazánkban ma mintegy 600 ezer hektárnyi területet öntözhetnek modern eszközökkel. A növények jobb fejlődését eredményezi a tenyészidőben végzett műtrágyázás, az úgynevezett fejtrágyázás is. A fejtrágyázás és az öntözés korszerű eszközökkel egyszerre is elvégezhető. Az esőztető berendezés műtrágyaoldóval kiegészítve tápoldattal öntözi a növényzetet. A sok munkával előkészített termést a növények ellenségeitől meg is kell védeni. A
modern növényvédelem nagy teljesítményű gépeket és nagyhatású vegyszereket használ. A forgalomban lévő sok száz permetező és porozószer erős méreg, ezért csak szakképzett személyek kezelhetik. Kártevőktől gondosan megóvott termények betakarítása a mezőgazdasági üzemek legnagyobb munkáját jelenti. A mozgó kombájn gazdaságos és gyors munkát végez. Óránkénti teljesítménye 2-3 hektár között van. A növénynemesítés és a gépesítés eredményeként ma már nem ritka a hektáronkénti 40-45 mázsás búzatermés, a század első felére jellemző 12-14 mázsás átlagokkal szemben. A burgonyaszedés nehéz munkáját is megkönnyítette és meggyorsította a gépesítés. Szálas takarmányok betakarítása is géppel történik. Kukorica gépi betakarítása is ma már technikailag teljesen megoldott. Ha a kukoricát silózógéppel felfecskázzuk, értékes takarmány készíthető belőle. Kukorica kombájn a sok kézi munkaerőt igénylő kukorica törést végzi el gyorsan és gazdaságosan. A visszamaradó szárat szárzúzóval darabolják fel. Ezután nitrogéntartalmú műtrágyával megszórják.
végül a talajba forgatják, és ezzel a talaj tápanyag tartalmát gazdagítják. A mezőgazdasági termeléstechnika óriási utat tett meg napjainkig, és a fejlődés egyre gyorsul. Ez a fejlődés egyben azt is jelenti, hogy a jövő mezőgazdasága egyre képzettebb szakembereket igényel.